közel 50 millió forintnyi támogatást nyert turisztikai termékfejlesztésre a Salgó-Tarjáni helyi TDM közhasznú egyesület. A szervezet elnöke, dr. Palásti Tamás, kiemelkedő jelentőséggel bíró pályázati sikerekről beszélt a projekt megnyitó rendezvény keretében október 24-én a Salgó Hotel konferenciatermében. Ezt azért tartom nagyon fontosnak, és mérföldkő ez a TDM életében ez a pályázat, mert hogy sikerült az 50 millión belül egy jelentős összeget beruházásra fordítani. Tehát a projektben egy komoly pályázati lehetőség volt, amely végre eljuttatja oda a turisztikai desztinációt, hogy a turisták számára kézzel fogható dolgok történjenek. Gondolok itt arra, hogy az egyéb marketing lehetőségek keretein túl sikerül megoldanunk egy olyan dolgot, amit már régóta tervezünk. Ez arról szól, hogy a játszótér és a kis tó itt az Eresztvényi térségben, ez lesz a kiindulópont. Onnan egy 12 állomásos erdei tornapályát tudunk megvalósítani. Ezen túl a most kicsit elhanyagolt és kicsit rossz állapotban lévő madárparkban nálunk honos erdei állatok fafigurái lesznek kihelyezve, mint egy mesepark kiinduló pontja lesz ez, mert egy meseöstvényt tervezünk. Ezt mondjuk nem ezen a projekten belül, egy későbbi pályázat tervei lesznek ezek. Ez a kis túraútvonal, ez az erdei tornapálya, az első körben föl fog érni egészen a Salgói várig. Ez lesz az első kör, szintén tervezünk továbbhozni majd a Salgói várat megkerülve vissza le a kiinduló ponthoz, a kis tó és a madárpark területéig. Az elnök szerint ezek a beruházások fontos előrelépést jelentenek a turizmus fejlesztésének területén. Azt is kiemelte, nem ez a pályázat az egyetlen, melyet a TDM szervezete elkészített. Több a turisztika szempontjából igen fontos, hosszú távú terve van már az egyesületnek. Ez a mai projektnyitó, ez csak az apropója annak, hogy a komolyabb kitekintést nyerjünk és adjunk a meghívottaknak, hogy egyáltalán hosszabb távon és már rövid távon is mit tervezünk, természetesen együtt működve a geoparkkal és az önkormányzattal. Ez, amit megvalósítunk a TDMS projektből, ez tényleg csak az első lépés. A geoparkkal éppen most keltünk fel az asztaltól, azt tervezzük, amelyre már meg is van a megnyert pályázati pénz, hogy a napsugarat, ami gyakorlatilag mindenki által ismert napsugárétterem, működött, azt az épületet teljes mértékben át kívánjuk alakítani. Ez az épület adna helyt a Geoparknak, a Turinformnak és a teljes TDM személyzetének, és ezt turisztikai centrummá szeretnénk fejleszteni. Majd ezt követi a Salgóbányai tiszti kaszinó felújítása, amelyre szintén megvannak már a fejlesztési források. Tehát itt igazából egy két éven belül meg fog valósulni a jelenlegi beruházásunkon felül ez a két épület, ennek a két épületnek a felújítása, amely mellé természetszerűen más egyéb beruházások is társulnak, különféle túraútvonalak, pihenők kialakítása, és ez már azt jelenti, hogy részben szállást is tudunk biztosítani a turistáknak, részben pedig a pihenést és az aktív turizmus lehetőségeit is megteremtjük. De ezen túl még a Dornyai Turistaház és a sípálya felújítása is meg fog valósulni. Ezt azért merem kijelentő módban mondani, mert nem tudom elképzelni, hogy ez a két pályázat, amely be lett nyújtva egyrészt a Dornyai Turistaház felújítására, másrészt a sípálya felújítására, amely tavasztól őszig egy kerékpárpályaként fog funkcionálni. Nem tudom elképzelni, hogy ne nyerjünk ezekkel a pályázatokkal, mert hiszen itt 20 éven keresztül egyetlen egy projekt nem készült, egyetlen egy turisztikai beruházás nem készült, tehát ha a döntéshozók úgy döntenének, hogy ezt most mi nem nyerjük meg, akkor el kell gondolkodni a továbbiakon, de én nagyon bízom benne, hogy el is meg fog valósulni. A projektnyitó rendezvény a Magyar TDM Szövetség képviselőinek érdekes előadásával zárult.